Önöket. Horváth Gyöngyi vagyok, és megkezdem új Sikerpódium című műsoromat. Első dalom címe a Szürke köd. Szürke köd a városra száll, minden pihar, minden komor fél homály. A házak ködben úsznak, és mélyen alszanak a folytogató szürkeség alatt. Szürke köd a szívemre száll, ott kacagja, ott dalolja gúny dalát. A napfényt eltakarja, és mindent begorít, mi szép és jó volt elhomályosít. De én úgy is kilépek a ködből, elég volt, uram, várod éjszakát. Engem csábít a fény, meg az örök remény, hogy az utam de örökre már félre veled, félre sötét homár. A bíbor hajnot várom, hogy ébredjen a fény, az életet, a napfényt akarom én. De én úgy is kilépek a ködből, sötét homály. A bíbor hajnot várom, hogy ébredjen a fény, az életet, a napfényt akarom én. Az életet, a napfényt akarom gratulálok, Gyöngyike, ez nagyon szép. Kedves nézőnk, Garamszegi László egyetlen vendégem ma este, akivel csodálatos noszaikus dalokat fogunk énekelni, előadni. Én Kun Tamás és Kovács Jenő dalát adtam elő, és mindvégig Kovács Jenő szövegével írt dalokat adok elő ma este. Remélem tetszett ez a szürke köd. Nagyon szép volt. És köszöntelek a stúdióban, drága Lacikám, és mit fogunk hallani? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, téged is, Gyöngyike. Hát első számként Én, aki nálad jártam című dalt Kós János vitte sikerre, Szenes Iván szerezte a zenét, és hát hallgassák szeretettel ezt a szép lényeget. Találtam én, tudom mennyit ír a szó szeretem. Én, aki véle voltam, én, aki megcsókoltam, én soha nem feledem. Én, aki bíztam benne,
életemben én, aki nátáncol csak ő. Ha el kellene mondanom, hogy milyen is volt ő, tán zavarba jönnék. Szürke volt a szeme, vagy kék, csak azt tudom, hogy jobban szerettem, mint bárki mást az életemben. Igen, jobban, mint bárki mást. Aki nátáncol csak ő. Én, aki ismerhettem, én, aki elvesztettem, én soha nem feledem. Bemutatkozó száma volt akkor, az a debütáló száma, hogy így mondjam. Hát igen, Kós János az mindenkinek a szíve csücske volt, aki tényleg élvezte az ő muzsikáját. Nagyon szép volt, gratulálok. Na, köszönöm szépen. Én most Kovács Jenő másik dalát adom elő, és Pálkerti Ruzsanna írta a dalt. Tehát ő szerezte a zenét, és Gáti Pál hangszerelte, úgy címe. Már ősz van, mert hiszem, nagyon várjuk. Hozzám visszahoz. Ősz van,
sápad a levél, ősz van, megsívte a tér, ősz van. Hol van már a nyár, vágyattabb a napsugár? Ősz van, itt a szívemen, hol van már a szerelem? Ősz van, közeleg a tél, és te is elmentél. Nyugtalanul alszom, hangulatom nyomasztó és rossz. Már csak abban bízom, hogy adtam azt téged visszahoz, hozzád visszahoz. Már lassan közeleg az ősz is, és a te következő dalod. Szeretném elénekelni a Térden állva jövök hozzá című szép slágert, ez egy filmzene is volt. Egyébként Gianni Morandi, mint tudják, járt nálunk is. És hát nagyon szerettük őt. Régen nagy divat és volt. A hangja az... szinte nem is változott, ugyanolyan és... lelkesedéssel énekel és hangminőséggel, mint hát bizonyít. Tizeddel ezelőtt. Régen szerettük az alas lágereket, ugye? Láttad a filmet? Persze. Hát akkor tudod, hogy milyen nagy szerelem szövődött abban a filmben, és minden fiatal imádta ezt a filmet, és hát tényleg minden korosztály szinte láthatta, az nem csak akkor a 60-as években. Hát akkor megpróbálom ezt a hangulatot. Per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me, pura la so. Ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi hanno pianto per me, io cercherò perdono a te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Thank you.
cercherò di perdono a te e bacerò le tue mani, amore, ritornerò in ginocchio da te. Non è niente per me, io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Sì, io dame più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Per me le tue carezze, io voglio per me le tue carezze. Oh, bravo, bravo. Végig perget előtte még a film is. Csodálatos, de emlékidéző, retro. Most úgyis mindig visszatekintünk a múltba, hiszen nincs is sláger manapság. Régen voltak a nagy slágerek. Kevesen írnak mostanában sláger. A következő dalnak van egy érdekessége, de ezt majd akkor fogom elmondani, ha visszajöttem. A címe, nem hiszem el, Kovács Jenő, Kovács Jenő írta a szöveget. Hallgassuk. Életünk különös, furcsa regény, sértődött, keserű, két utas szív, magányban egyedül nem jó ez így. Nem hiszem el, hogy elfelejtesz engem, azt sem hiszem, hogy nem jössz soha már. Érted el a vágy, az lenne jó, ha hozzám visszatér.
Én elhiszem, hogy ilyen szépen énekelsz, mert meggyőződök róla. Gyönyörű volt. Kovács József énekelt el először. Ez a Marosi Zsuzsa is írta a dallamot, és Kovács Jenő szövege, és kérte Kovács Jenő, hogy én is énekeljem fel, és a Gáti Pali csinálta a csodálatos alapot hozzá. Hát egy kicsit én úszkodtam tőle, hogy ezért Józsi után énekelni, de úgy érzem, hogy én is megtaláltam ezt a dalt magamnak. Hát a női változatot te adtad elő. Igen, igen. És amit tőled hallunk? Hát a harmadik szám az szintén egy nagyszerű magyar énekes volt, a Németh Lehel. Az ő egy kedvenc kis dala volt, ez a Sára. Nekem volt szerencsém a Marika Presszóval, Rákóczi úton ezt nagyon sokszor testközelből hallani, szinte az első sorból, és hát úgy megragadta a fülemet ez a kedves kis táncolható szám. Az, akkor hallgassák szeretettel a Sári. A Sári. Németh fog lehelni, mondta egyszer egy konferencié. Ha egy fuska csinos, vonza őt a tilos, ennyi tarka szivárvány. A divat no meg egyéb, elcsavarják fejét, szédül a kis diáklány. Sára, nem illik még a rúzsa szádra, a csitri úgy fest Kispesten, meg Újpesten, ha mindig festetlen. Én mondom, Sári, meg fogsz a tűcipőbe fázni, s a jó atyád majd lármát csap, a párjának a lánya náthát kap. Tudsz minden kalipszó, no de az órán alig szól, a Pitagórasz tétel nem megy. Inkább kell egy swing és 5-6 bó, nem lesz jó, Sári. Mondta rendezvúra járni, unod talán az integrál, de tudd meg hát, a csók még nem tanták, pedig ezt a leckét jól fújnál. Megkérdi a tanár, hogy mi a hármas szabály, csak állsz, mint egy szamár ott. Érthető az eset, hogy lóg a ritmus helyen, csak a ritmus imádott. Sára, ha billig még a rúzsaszádra, a csitri úgy fest Kispesten, meg Újpesten, ha mindig festetlen. Én mondom, Sári, meg fogsz a tűcipőbe fázni, s a jó atyád majd lármát csap, a párjának a lánya náthát kap. Tudsz minden kalipszó, no de az órán alig szó, a Pitagórasz tétel nem megy. Inkább kell egy swing és 5-6 bó, nem lesz jó, Sári. Na pont a rendezvúra járni, unod talán az integrál, de tudd meg hát, a csók még nem tantál, pedig ez a leckét jól fújnád. Milyen aranyos dolog. A reszket a hold, a tóvizén, meg a merre jártál tegnap este, azok olyan szép dalai. Szép dalai voltak, igen, én most egy verset fogok mondani. Na, szer. Kis József álgott a kisasszony. Táblabíró volt az édesapja. Kicsinttel két házát rája hagyta. És mióta az örökébe lépett, folytatja az ősi mesterséget. Van egy pöre, azt Mively nagyban, éppen úgy, mint hajdan édesapja. Furcsa pör az, szomorú is, víg is,
aki hallja, mosolyog is, sír is. El is mondja fűnek, fának rendre, s nincs kitől így biztatást ne nyerne. Jó ágotta, az Isten megáldja, nagy keresztet mért a sors magára. Réges-rég volt, a megyéhez járult panaszt tenni keserves bajáról. Kertem alatt jár az ellenségem, rontja-bontja ősi örökségem, gyilkos kőrös fogát feni rája, fékezze meg a vármegye szája. Össze is ült a bölcsmegye nyomban, hogy a kőröst felelőre vonja. Dikcióztak annyit és oly szépen, fennmaradt a híre a megyében. De a kőrös tovább évre évről részt hasogat ágot a kertjéből. Beállít a főispánhoz sírva, az írását saját keze írta, temérdek az öreg betű benne, hát ha így több foganatja lenne, s helyre ütni, hol a toltán vétett, jó ágota maga jött e véget, rókamállal bélelt ódon mente, főispánhoz másba, dehogy menne, fonnyat nyakán aranyos lánc fénylik, reszés kesztyű ér a könyökéig, ódivatú köszönése bókja, mintha saját édesanyja volna. Méltóságod! És elfúj zakagásba, borsódzik ő méltósága háta, csitítgatja, nevezi hugának, majd végére jár az ő bajának, kicsintelkét vármegye megváltja, megfizeti, s kárát maga bánja. Fölfor erre ágott a kisasszony, nem eladó, az én őse jusson, semmi kincsért, soha, semmi áron. Ez a kis kert egyetlen barátom, emlékimnek csöndes dajkálója, de hogy tudnék lemondani róla, minden göröny ottan nekem drága, emlékeztet fényes ifjúságra, s tavasz éjre, amilyen azóta nem volt, s nem lesz, és pacsírt a szóra, mely a szívben csak egyszer csendül, élőrege elhunyt kedvesemről. Egy rózsatőt oltánk együtt ketten, holdvilágnál harmatos kertemben. Aztán elment, a szabadság hívta. Isten tudja merre, hol a sírja. Kápolnánál látták utoljára. Ó, de még él, él a rózsafája. S talaját is, magát is megvéden, adja vissza az írásom, kérem. A királyhoz fogok vele menni, s ő fog nekem igazságot tenni, s ráparancsol majd a vármegyére, hogy az árvajussát miként védje. Reszket a dér, sárgóló haraszton. Egyre vénül ágott a kisasszony, hajában a fekete szál gyérül, alig maradt itt-ott egy emlékül. Fényes szemét homályosra sírta, a tollat már forgatni nem bírja. Zárkózottabb, nem olyan, mint régen, ritkán látni virágos kertjében. Gyilkos körös pusztít kényvre-kedvre, már-már rózsatőjét fenyegetve. Jó szomszédok, titkon, lopva lesbül, kiássák a rózsatőt tövestül, s ültetik bejjebb évről évre, az örök szent irgalom nevében. Sűrű homály a szemét megszállja. Oda a kert, de ő már nem látja,
s tavasz estén, rózsatője mellett, csalódásban újra elmerenked, s rózsa illat hírt hoz neki róla, ki már várja szép találkozóra, s lelkén emlék, pacsírt a szó zendül, oldhatatlan, örök szerelemből. Köszönöm szépen. Nagyon gyönyörű volt. Én nem is tudtam, ilyen prózai ihletésed is van, mert jó, hát megfér egymás mellett a dal is, meg a próza, de ez... A befutásomat, még gimnazista koromban, hogy aranyérmeszavaló vagyok, hát ez, minden verset megnyertem. Na. Ezért vittem tovább ezt, és hidd el, hogy ezek a versek nagyon régóta bennem vannak, soha nem kell elővenni. Itt van, itt van, itt van. Nem tudom elfelejteni, pedig nagyon régen voltam gimnazista, és anyukámtól sok verset tanultam, anyukám színésznő volt, és imádott szavalni, és nagyon sok verset tanultam tőle, ezt is kis Józsefnek, az Ágot a kisasszonyán. Milyen jó, hogy ide meghívtál, mert egy új oldaladról is meg tudtalak ismerni ezáltal. Igen, hát néha szoktam a klubokba is szavalni, de azért ott inkább énekelni, azt szeretik, hogyha énekelünk, és akkor most te tőled. Pedig szeretném azt, hogyha bemutatkoznál, mesélnél magadról. Hát igen, ez nehéz kérdés. Elég korán kezdtem így az éneklés, de ez csak iskolába. Általános iskolába, énekkarba bejutottam, és aztán hosszú nagy szünet volt, és már 30-40 év után újból meggyulladt egy ilyen fénysugár, vagy kigyulladt egy fénysugár, bekerültem egy férfi kórusba, ahol nagyon sok szép élményben volt részem, utazással, fellépéssel együtt, és ott 15 évig. Hát ez egy hét, minden héten egyszer próba volt, és a fellépések előtt egy kicsit sűrítve volt, akkor kétszer is kellett menni, de bejártuk vele egész Európát, a Kárpát-aljából, Németországba, Sterzhausen, Süssen voltunk, Angliába is, Stonehenge-be, ezek voltak a szép nagy külföldi állomások, és hát a szívem csücske az az erdélyi környezet volt, ahol az ember vittem én 800-900 kilométert is vektett így a busszal, és magyarul beszéltek. Hát ugye az nagyon furcsa volt, mikor látta az ember, hogy magyar. Hát így aztán bekövetkezett a nyugdíjas időszak is, és akkor hát egy ilyen szintén a Budapest TV-ben egy szép műsort hallgatva, hát vele szerettem ebbe a könnyű zenébe, és hát akkor átpártoltam a kórusba, de azért véha visszajárok a barátokhoz. Úgyhogy... De azért te jártál a 70-es évekbe az éjszakában, amikor én... Hát én láttam a téged, de csak nem te ismertem, de tapsoltam is neked. Lehet, hogy nem ismerni meg, akkor dúsabb volt a hajam még. De valóban sok helyen a Halóbárba, vagy Újlakibár, igen. Hát ez a budai rész, ott a Hármas Határhegy lábánál. Telefonbár. De Újlaki volt később. Újlaki, pontosan. Na, Újlaki, pontosan. Így nem lehetett összetéveszteni, mert a Telefonbár lehet, hogy volt máshol is, nem tudom. Nem, de csak itt volt a Haló, az pedig a Majakoszki utcában. Igen. Király. Itt telefonok voltak az asztalon, és akkor számok volt, meg voltak számozva a telefon, és aki akarta, főjött a akit akart, és mit, mit szólna, ha fölkérném táncolni, igen, a 13-as asztalnál, igen. És akkor az ember nem kapott kosarat, ugye, mert igen, azt mondta, előre igen. Megmondták, hogy nem ilyen lovat akartam, vagy pedig, igen. Milyen szép világ volt, ugye, ez a lakásban? Hát igen, szóval sok maradandó élménye volt az ember, és a zenékről, amiket ott hallottam, hát ott már énekelt engem, mert pedig számokat, a zenekar, minden, szóval nagyon hát szép. Hát ragyogó zenekarok voltak, igen. Mindent tudtak, minden külföldi zenét, fel voltak készülve, abszolút. De minőségileg is egy kiváló volt. Profi világ volt. Hát azért úgy összehasonlítva, hogy most is hallottalak azért a Piaf bárban, meg ilyen helyeken azért nagy öröm volt, hogy hát tényleg ilyen örök ifjú maradtál, és a hangod hát igen, változatlanul szép. Hát igen, az ott a szerencsém, most, hogy a Piaf bár befejeződött 2 éve, hogy már régebben a Varga Gábor elhívott engem a Helvésziába, tudod, és azért nekem
hogy nem is éreztem azt, hogy most nem éjszakában megyek, hanem elmegyek vasárnaponként, vagy csütörtökönként, mondjuk a fogasház, vagy bárhova, ahova hívnak. Én nem veszem észre, hogy nem színpadon vagyok, és ez nagyon fontos a tudatomnak. Igen, ez otthonos. Nem, ez nagyon fontos, hogy énekelek ugyanúgy, igen. Csak nem az éjszakában, és nem a fiatal közönségnek, hanem annak a közönségnek, akihez már való vagyok. Hát azt irigylem, hogy te elfelejtetted a lámpalázat, mert te olyan természetes vagy, akár énekbe próbálsz. Talán nem is jó, ha az emberek nincs lámpaláza, nekem igen. Sos nincs. Aha. Szóval abszolút. Kinőtted, de lehet, hogy az elején volt, nem? Hát képzeld, de ez nagyon édes, hogy ugye mióta anyu színésznő volt, ezért én anyut soha nem engedtem el, hogy megnézzen engem bárhova is, valahol is felléptem. Igen, mert azt mondta, hogy én ösztönös vagyok, ő meg tudatos, és engem ő ne tanítson, mert én szeretném tudni, hogy mi jön ki belőlem. Milyen érdekes. És milyen érzés lett volna, hogyha az anyukád ott van, akkor féltél volna? Az anyu lesből nézhetett, csak meg nem engedtem neki, hogy bejöjjön. Hát azért, mert ő egy képzett színésznő volt, és ezért én meg egy ösztönből vagyok, mai napig is. Igen, én ösztön lény vagyok, soha engem a sifó, és azt, hogy hagyjátok dolgozni, mit tanítatok már olyan tehetséges, mint a nap. Nem, egyszerűen azt mondták, hogy hagyjátok dolgozni a Gyöngyit. Igen. Érted? Szóval nem is kellett sokat tanítani, nem kellett, így születtem. És szegény anyu, ugye, csak úgy emlékszem, trombitás kertbe, és mesélte egy fiú, hogy egy vidéki fiú, akivel följöttek Pestre, hogy csak a kerítésen túl eshetett meg az anyu, nem engedett. Szóval azért kegyetlen vagyok, azért ezt nem tehettem volna. De az, amikor színész voltam Szegeden, azért a színház ott volt, amikor Pivanonna voltam, de az nem sokáig tartott, mert nem fizetett annyit a színház, hogy én abból megéljek, és én akkor már belekóstoltam a lokálvilágba, ahol megtudtam. És jobban is szeretted. Hát igen, mert kötetlenebb volt, és rengeteg lokál volt. Ugye rengeteg műsoros hely volt, és rengeteg folklor műsor volt, ahol esténként elmentem 2-3 helyre, utána be az éjszakába. És a színházban mit töltöttél be, milyen szerepet? Végül ez egy valanciennyi volt, 21 évesen. Párion duettet énekeltem, stb. Aztán kaptam sok szerepet, de mondjuk nem vonzott, tehát visszamentem. Mert én arra nagyon büszke vagyok, hogy az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdióját végeztem el, és én erre nagyon büszke vagyok. Nekem nem ez a kenyerem, én ebből akartam élni. Az, hogy felfedeztek, az egy más világ. Én ezt szeretem, ezt, és jól tettem, nagyon jól döntöttem. Nem bántad meg, mert végig kihúztam, hogy eddig, hogy a piacban 27 éven állt. Azért akkor, amikor már a rendszerváltás után ugye megszűntek a lokálok, megszűntek a folklor műsorok, már jöhettek az emberek, ugye a turizmus ugye megszűnt, mert bárki jöhetett, és ezért a művészek... Más az irányzat ma már. A művészek utcára kerültek. Hát emlékszem, hogy a körúton ugye 50 méterenként volt egy ilyen bár, ahol... Műsoros. És tele voltak. A nyugatitől a Tavaszbár, meg aztán a Szondi, vagy a Vigmatróz, a Nirvana, a Berlin, Étoile Francia étterem, Gyengő, Savoy, Fortuna, az Éden, meg a Várba fönn. Hát igen, ezek voltak a szép idők. Császárkert, Béke Orfeum. Lido. És abból van neked anyagod? Mert volt már akkor is valamilyen hagyományos fölvevőgép, akkor nem. Ez jó lenne látni újból. Nem, sajnos. De hát akkor nem lehetett így. Hát igen, ez most már zsebünkbe elfér. Nem baj. Sok fényképet be tudok mutatni, hála. Ja, fényképek azért megvannak. Sok fényképet be tudok mutatni, meg itt is szoktam dicsekedni. Meg ugye 21 évvel ezelőtt is a sikerpódiumon már ment, ugye itt. Tehát itt innentől is ugye tudok sok mindent mutatni, és a múltamból is tudok sok mindent mutatni, hiszen 52 év azért úgy, hogy sose hagytam abba azért, ez egy nagyon csodálatos, hosszú idő. Nagyon kevesen mondhatják el, hogy ilyen sok időt eltöltöttek bent az éjszakában, és én elmondhatom, és erre tényleg büszke vagyok. Persze. És arra is büszke vagyok, hogy most már a nyugdíjas klubokban énekelek, mert nagyon szeretek összetek lenni, hiszen ott találkoztunk, és ott hallottalak meg. Nagyon megtetszett a hangod, és úgy gondoltam, hogy meg fogok ide hívni. Köszönöm szépen, ez mert szerettem ezeket a nosztalgikus dolgokat, úgyhogy nagyon szépen megkérlek, hogy kápráztass el bennünket. Hát ezt nem ígérem, de megpróbálom. Igen, és megint egy szép polozdal következik. Igen, az következik.
Hát Come Prima a címe, ezt Mario Lanzától Mikó Tóriánig az összes neves olasz végigénekelte, és nem felejtem el, amikor hazánkban volt Mikó Tóriáni, és hát a sportcsarnokban, Csepeli sportcsarnokban sikerült jegyet szereznem, tömbbe volt, és végignéz. Olyan slágereket, amit ma is, hát mindig előadunk. Akkor megkísérlem ezt a... Jaj, hát szeretettel hallgatok. Csodálatos, csodálatos. Egy réges rég szívem telve szerelemmel, úgy mint rég. Mégis félek, hogy ez most csak édes álom, pedig érzem, hogy reánk nagy boldogság vár. Lámpa ernyő fényem mellett, úgy mint rég. Összebújunk, sugdolózunk, úgy mint rég. Minden este, minden percben szívdobogva, kérlek én, szeres újra, neves újra, úgy, mint rég. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti darò come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Nagyon szép volt. Köszönöm. Honnan van a saxofon? Hát ez egy hosszú folyamat gyümölcse, mert az ember először egy tanuló hangszert, és aztán mindig kicseréltem egy, tudom, mint az autónál, hogy egy jobbat kell venni, hát ennél már nem találok jobbat, nem elő hozzám. Mióta? Hát jó 15 éve van, hogy így belefújtam először, és már majdnem nyugdíjas voltam, szóval kicsit késő kezdtem, de hát a szakma az visszatartott, mert ugye egy ilyen belénk nevel dolog, legyen fiam egy becsületes szakmát, szóval nem is volt nekem mondjuk először ilyen ambícióm, de aztán teltek az évek, és hát a családban ünnepnapok, meg születésnap, névnap, akkor dalra fakadtunk. Testvéreim is szépen énekelnek, táncolnak, hát a Magdit ismered, úgyhogy nem mondok újságot, hogy nagyon szerettük a zenét. Hát nekem is úgy, mint neked, az édesanyád, onnan volt ez a zeneszeretet, a táncot kezdett. Az Akácfa utcában járt édesanyám tánciskolába. Azt hiszem más a nevét nem tudom, de azt hiszem Breitner iskola volt ez, ott a Vesenyca közelében, Akácfa Vesenyc, oda járt anyukám táncolni, és hát megtanította nekünk, hogy ezeket a régi szép angol keringő, meg tangó, meg ezeket. Én nagyon szerettem a szakszafont, a legszebb hangszernek tartom egyébként. Hát, és nagyon igen, kár, hogy már nincs, kiment a divatból. Hát most a gitár az mondjuk nagyobb. Kettő Zsuzsanna, Kovács Jenő dala, Suhanó emlék. Suhanó emlék, mondd meg, hogy miért kellett őt elveszítenem, azt, aki nem ré, jóban és rosszban mindig sírt ezt most is, unamon.
jól tudom, hogy tőlem messze jár. Csak is őt látom, pedig a jó zene szem hányszor mondja kár. Somorú emlék, enged, hogy legyen végre más gondolatom. És fáj, még nem tudom. Akárhogy küzdök az értések ellen, új szerem hiába csábít. Nem tudom most még, hogy merre kell mennem, és ez a helyzet nyugtalanít. Sohanó emlék, mondom meg, hogy miért kellett őt elveszítenem. Őt, aki és rosszban mindig együtt volt velem. Suhanó emlék, mondd meg, hogy miért és ért ezt most is utamon. Minek is fáj még, nem tudom. Akárhogy küzdök az érzések ellen, új szerelem hiába csábít. Hogy merre kell mennem, és ez a helyzet nyugtalanít. Suhanó emlék, mondd meg, hogy miért kísért ezt most is utamon. Nagyon baj, sokan, hogy nem lehetett rá táncolni. Nagyon, sokan, jó, nagyon sokan szeretik ezt a dalt. Nagyon sokan kérik tőlem. Uh-huh. Ez ilyen slágergyanús. Igen. Párkerti Zsuzsanna egyébként. Tényleg az ismerősek voltak a igen, motivumok igen. benne. Igen, és Kovács Jenő szövege és uh-huh. Gáti Pál csinált az alapokat is. Hát azért mondom, nagyon fűbe mászó. Csodálatos dalok, én úgy érzem. Hát 50 után én is 50 év után megérdemlem azt, hogy legyenek dalaim. Nem voltak eddig, mert ugye én, nekem nagyon, nagyon nehéz volt befutni az életbe. Maradtam egy ilyen középszerű művésznő, mert a Tánza Fesztiválok idejében ugye nekem nem írtak dalokat, mert általában a rádió stúdiósoknak írtak. Nem az OSK stúdiósoknak, tudod, mert mi a bárvilág, a bárénekesek ezek, kicsikét félre voltak tolva, hát azokat futtatták a rádióstudiósokat, meg vitték őket Hakniba, meg stb. Tudod, a tévé őket futtatta. Nekünk nagyon nehéz volt a vendéglátó zenészeknek befutni. Úgyhogy én 32 éves voltam először, amikor televízióban voltam, még pedig ugye Hollós Ilona jelöltjük utódjának, az előttem is, utódom sorozatban is. Valaki kell nekem is, és hát adott egy nagy lemez, hogy énekeljek a dalaiból, és abból választottam 3 számot. Nagy megtiszteltetés, mert az 50-es, 60-as évek legnagyobb énekesnője volt azért a Hollós Ilona. Ugye? Igen. És tudod, mire lennék nagyon kíváncsi, hogy mikor tanultál legutoljára új dalt? Amit még most tanultam ezeket, most ez 3 hónap ilyen, alatt, ezt a ilyen, hittalt, 3 hónap alatt. Ennyi idő alatt leülnek? Meg kellett csinálni, ilyen, persze, ilyen, mert fölkért engem a Kovács Jenő, és akkor bementem a Gáti Palit, és akkor ezek új dalok, ezért mondtam, hogy én nekem 50 év után sikerült új dalokat, új szerzeményeket énekelni, mert fiatalon nem kaptam dalokat, tehát épp erről beszélek, nem kaptam dalokat, de most nekem itt van. Hát itt és azt hiszem, hogy még fogok kapni Kovács Jenőtől, mert van neki sok dala. És aki szeretné, szívesen tanul szólját. A dalait, szóljon nekem, meg el fogom énekelni. Igen, igen, természetesen. Nagyon boldogan. Mm. Nagyon boldogan. Mm. És szeretném megkérdezni, hogy akkor most te hát megint én jövök.
Hát van ez a spanyol szemek, Blue Spanish Eyes, hát ez egy nagyon régi szép szám. Tom Jones, Engelbert Humperdi, ezek énekelték. Hát nehéz ezt egy amatőrnek megkísérelni, de hát szeretem a nagy feladatokat, úgyhogy megpróbálom. Azért akkor. Te gyakorlott énekes vagy már, úgyhogy... Hát a fürdőszobában, tudod, amikor már 20-szor elénekli az ember jól, akkor azt hiszi, hogy tudja, aztán a közönség előtt meg van egy kis druk az ember. Sokat voltál te közönség előtt, az elég sokat lépsz fel. Hát mondjuk ez a 10 év, amit meséltem, hát az elég. Körülbelül. Hát jó, igen, az, nem is. Parancsolj. Köszönöm. Előadok most, az dal címe, ne gyűlölj. Ne gyűlölj, hát azt nem fogod, ne nem fogod elérni ezt. Ezt nem fogod elérni. Ne gyűlölj. Thank you.
bűne vagy hite miatt, miért lenne hibás? Őt is édes anya szülte, annyi joga van, akár neked itt a földön élni boldogan. Hát ne gyűlölj, a másság miatt senki ne vág hozzá bántó szavakat, ha többet szeretem ezt a dalt énekelni. Gyönyörű volt. Csodálatos. Micsoda mondani valója van. Hú, nekem csodálatos. Ezek mind újak, mert ezt a klubban még nem hallottam. Micsoda mondani való, hát ez csodálatos. És akkor te most fogod énekelni. Egy csodálatos film. Látom, készültél belőlem. Igen, a Moon River, a filmnek a cím, hogy Álom luxus kivitelben. Audrey Hepburn volt ennek a főszereplője. Hát Oscar-díjas lett a film, nem véletlenül, ugye, hogy gyönyörű volt a történet és a zene, hát ugye. Az tehát nagyon... folytatjuk ezt a nosztalgikus hangulatot, veled folytatjuk, én meg most újogatozom. Na, addig... De meg a nosztalgiát hozod, hozzuk. Akkor következzen. Parancsoljon Moon River. To see the girl, there is such a
allato fu the same rainbow sea, waiting room the way, my huckleberry friend, river and me. Az emlékeim kikvízén, te vén folyó, te bős folyó, bár hosszú az úton, elkísérlek én két vándor. Várhat tovább a messzi nagy világ, a cél gyors szél hajtja majd csónakunk. Szállunk könnyedén a szivárvány ölé, Cserháti Zsuzsa, nagyon szépen énekelte ezt. Igen. Érdekes, én soha nem tanultam meg. Pedig a piacban az egyik felszövelő nőnek volt. Mi tartott vissza? Ha dalamot szereted, akkor az angol, vagy a melyik szöveg teszett jobban? Mert azt hiszem, hogy mindig inkább a sanzonokban kapottozom. Igen, ez meg egy... Tehát nem lehet mindent megtanulni, így is olyan sok oldalú vagyok, hogy van, amikor tele van a... Minden nincs több kapacitás, mert ha valaki nagyon sok oldalú, az se jó. Magyarul, ha ott van egy cigányos, azon, Én meg kötöm a táncot, tudod, ez például egy szép angol keringő, ez hát gyönyörűen lehet erre angol keringő. Hát, angol keringő is, de egy csodálatos egy dal. Rumba, csacsacsa, ezek mind kedvencek. Csodálatos dal, viszont én, amit előadok most, az nagyon érdekes, mert most az egy nóta lesz. Na. Nóta lesz. Csalódtam a szerelemben. Igen, már. Yeah.
Hirtelen azt mondom, Jákó Vera van itt a fülem mögött, olyan szépen adtad elő. Hát ez egy új... Pálketi Zsuzsana írta a zenét, és hát a Gáti Palika hangszerelte, és úgy néz ki, hogy nem tudom hány tagú zigázenekar. Hát minden műfajból vizsgázni, amit énekeltünk, tudod, és az OSK-ban az első működés engedélyem tázva a Népdal volt. És hát bekerültem mindjárt a folklor csapatba is, ugye Domján Lajos folklor csapatába, a Búsoló Juhászban hatalmas műsorok voltak régen. Hatalmas műsorok voltak. És nekem volt egy csodálatos magyar volt a blokkom is, meg operett, meg cigán, tudod, ott háromféle stílus kellett előadni. És amikor meghalt Jákó Vera, mert jól ismertem őt, és gyakran járt el régen a Fekete Macska bárba, hallottál Fekete Macska bárba? Igen, 69-ben velem nyílt, és ő valahol közelébe lakhatott, mert Hakmiból jöve mindig bejött oda beszélgetni velem. És tudod, amikor meghalt, akkor én elővettem az ő műsorait, és kicsit leutánoztam a hangját, mert van egy ilyen utánzó készségem, de én nem azt mondom, utánzom, hanem megidézem a szellemüket. Nem az az igazi utánzás, hanem hogy valahogy sokkal mélyebben beletekintek az ő lelkükbe, vagy lelki világok, vagy hangjukba, vagy érted, mint hogy Piaféba. És vissza tudtad adni azt a Piaféba, vagy a Honti vanna, vagy a Karádi, vagy tudod, ezek mind így bennem vannak. Igen. De nem úgy, hogy utánzó, hanem mint hogyha ő... Hát az szép fordulat. És akkor a Verának is a műsorát, hogy elkezdtem hallgatni, ugye, elővettem a műsorait, tehát ne szíjatok soha engem, Csendül a nóta, Rózsoról a sárga rózsa, Vége már a Dáridóna, tehát ilyen blokkokat csináltam, és sokan mondták, hogy tényleg még a mikrofont is úgy fogom, ahogy ő, igen és köszönöm szépen, hogy... De hát a hangszínben hasonlítani. Na köszönöm, ez jól esett, igen. Ezt hozta ki Párketi Zsuzsánának ez a nóta-szerű, ugye, mert hiszen egy nóta. Hát ez egy nóta. Persze. Ez egy gyönyörű nóta szerintem. De legalább el is megmutattam, hogy nótázni is tudni kell, persze. Nem csak szavalni. Ja, sokoldalúnak kell lenni, ez az életben, ez most már követelmény, hogy az ember sok lábon álljon, mert akkor lehet egy kicsit jobbá tenni hát az akkor fontos életét. Volt, hogy miután én hivatásos énekesnő voltam végig. Hát ezért a műfajokban, mert nem mehettél, nem lavírozhattál, ha nem volt meg a működési engedélyed, a vizsgád belőle. Nem énekelhetted, nem engedte a tanács, mert minden műsor egy tanácsi bemutató előzött meg. Zsűri. Hát a tanácsi bemutató, ők Atya Istenek voltak. Például a Fortunában, amikor a Jézus Krisztus Szupersztárból akartam előadni a blokkot, nem engedték, lebeszélt. Mert akkor még, hát akkor ez még itt ízen, nálunk akkoriban akkor nem lehetett. Nem szabad. Sajnos nem volt szabad, azt leállították. Hát. Tehát ami nekik nem tetszett, leállították, ha nem volt működési engedélyed abból a műfajból, akkor nem énekelhette. Igen. Szigorú volt, nem mehetünk az utcáról be. Sem a táncosnők, sem az énekesek, mint ma. Most már nincs kötöttség. Hát ezért, igen, mert... Ez a tehetségkutató izék. Már eltörölték a működés engedélyt, és most már ez nincs. Most már mindent lehet. Sajnos, hát elég szomorú. Hát persze, fölhívult. Hát ez is szomorú, hát tudjuk, nem? Hát tudjuk. Nem, némelyiknek nem szabadna színpadon lenni. Tudjuk, törjük. Mindegy, énekeljen, aki akar, de most azt hiszem, hogy a következő lesz, hogy Sereg Talra fakadok én is. Talait fogod előadni, kettőt, és igen, az egyik az inni-inni, és a másik a úgy szeretek részeg lenni. Hát ez a Seres történet, ez már hosszú évek óta működik. A 7. Dob utca 46, az a ház, ahol a Seres Rezső lakott, és ugyanebbe a lakásba él Szatmári Marika, aki ezt a csodálatos művészt fölkarolja, és az ő zenéjét népszerűsíti az énekeseken keresztül, és tiszteleg az emlékére. Tápolja az emlékét, mert hiszen az egész, hogy bemegyünk a házba, már ott is, mint egy múzeum, sőt, freskó is van a falon, mert kívül. Igen, és ő locsolja a virágot, az ő más, az ő kép más. És az ő lakásában lakik, és ő minden évben tart egy igen, minden évben van egy Seres emlékműsor, és ez ott lesz most ebbe a
nem ebben a hónapban, jövő hónapban, szeptemberben a Dobutca 46-nak, ott van egy olyan kis plac, van egy virágbolt, és előtte egy nagy plac, ahol színpadot csinálunk, és akkor hát seres ez dalakat. Évek megy, ugye? Ez megy már nagyon régen, igen. Hát legalább 8 éve tudok róla, én akkor pottyantam ebben, lehet, hogy már korábban is, de részt vettem azért sok ilyen plakátozásba, meg névtáblákat. Hát ő a hírességek házában lakik, abban a házban élt a Presser Gábor, az Orosz János, a Vadas Zsuzsa, akkor sorolhatnám, meg festőművészek, meg különböző hírességek, a Beamter Bubi, hát ki ne hagyjuk, az is a felesége mai napig is virul, mint a rózsa, de olyan gyors, szoktam vele találkozni néha ott, amikor a Marika szervez valamit. Úgyhogy ebből a Seres gyűjteményből két gyöngyszemet szeretnék elénekelni. Még azt is beszéltük, hogy volt szerencsék őt hallgatni a Kispipában, mert én is. Ja, hát igen, ez a gyermekkoromnak egy kis szeletkéje, mert akkor úgy kisírtam a szüleimnek, hogy vigyenek el abba a vendég. Akkor a kolacsba volt. Kolacsba, meg a Kispipában. És akkor jó fiú voltam, és elvittek a kicsit, és nézze. Annyi Bambit életemben nem hittem, amennyit ott akkor. Milyen boldog vagyok, hogy én láthattam, hallgattam igen, őt. Igen. Hát, jaj, de boldog már vagyok. Akkor nem tudtam, hogy ekkora. Igen. Ekkora nagy ember, vagy ilyen híres, hogy valami 35 nyelvvel fordítottak le a 80, a szomorú vasárnap, igen. Ezt a Marika mesélte, meg olvastam is, hogy az egész világon ismerik Isten, ezt a helyzét. Mekkora hát művész volt. Azt mondták a híres emberek, Otto Klemperrel is, hogy ez a Seres Rezső, ez nem is művész, ez zseni. Mert olyan hangulatot tett csinálni, mert nem volt egy zongora művész, de olyan dalamokat hozott elő, amiből az ember ámulatba esett. Szóval, hát, tudunk egy párat, én is igen, tudom. Igen, igen. Hát, Seres dalt, én is tudom, én is igen, vagyok hát, készülve van belőle. Sok, van egy ilyen kis szemmelvény, azok a válogatottak, azokat úgy, vagy nagy részét úgy én is szépen megtanultam, de még nagyon sok van, amit meg lehetne tanulni. Ez az inni, ez is gyönyörű. Hát igen, igen, ez egy kicsit az életének a tükörképe, hogy ő is. Úgyhogy akkor megpróbálunk. Jó, szeressük Seres Rezső gyerekek. Szeressük egymás gyerekek. De most az Inni című dal következik. Ha. Kegyetlen volt hozzám az élet, mert nem adott nékem soha szépet. Az éjszaka az én világom, és álmom már nincs. Én megbuktam a boldogságból, de szívem senki sose bátor. Nem érem semmitől se távol, hogy hol van a kincs. Csak inni, hogy ne tudja meg senki. Csak menni, hogy ne tudja meg senki, hogy rám köszönt a csendes elvadás. Tagadni azt, hogy fáj, hogy engem elhagyol, feledni minden boldog percet és napot. Csak inni, és senkinek se inni, és azt hazudni, hogy boldog vagyok. Most azt mondják rám, hogy léha, mert részeg vagyok néha-néha, és nem törődöm a világgal, én semmit sem vár. Az éjszakát egyedül járom, mert nincs egy igaz jó barátom, akit szerettem, elment mással, rám senki se vár. Csak inni, és senkinek se inni, s hazug a szó, és minden hallomás.
csak menni, menni, hogy ne tudja meg senki, hogy rám köszönt a csendes elvadás. Tagadni azt, hogy fáj, hogy engem elhagyott, feledni minden boldog percet és napot. Csak inni, inni, és senkinek se hinni, és azt hazudni, hogy boldog vagyok. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor a másik az szintén az italról szól. Én úgy szeretek részeg lenni. De szép az élet, az ember, ha részeg, a szíve egy nyíló virág. De jó is így élni, mert nem kell úgy félni, ha bánt is a csalfa világ. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem kerülöm a józanságot, és keresek egyszer világot, egy jobbat, hol csendes a táj. Nem tudok élni én itt józanul, szívembe száz bánat borul. Csalfa itt minden is, azok a szó, részegnek lenni, de jó. Szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi se fáj. Oly édes az álom, és egy-két pohár bor már minket a mennybe repít. Szép álomvilág, hol minden virágra egy ámorka szerel. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi sem fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egyszer világot, egy jobbat, hol csendes határ. Nem tudok élni én itt józanul, szívembe száz bánat korul. Itt minden is, azok a szó, részegnek lenni, de jó. Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi. Vastább! Köszönöm szépen! Jaj, de szép volt! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát erre örömmel teletettem. Hogy megismerhetett a kedves televíziónéző, és remélem, hogy még sokat fogunk találkozni a klubokba. És hogyha gondolod, bármikor szeretettel várlak az Új Sikerpódium című műsoromban, mert ennek most vége van, és én eléneklem az utolsó dalomat, mégpedig a címe, micsoda szélvihar van odakint. Más vihar van üdebe, szerelem lángja ég.
Jó.